Üdvözlök mindenkit! Mai napon a felszámolási eljárásról fogunk beszélni. Egészen pontosan gazdasági társaságok felszámolásáról. Jó, kezdjük is el. A magyar csődfelszámolási jognak ugye az alapja a 91. évi XLIX törvény. Vicces, 49-es egyébként. Ezt szabályozza, ezt már rengetegszer módosították, toldozták, foltozták, és készül az új, hogyha minden igaz, aminek lesz egy olyan előnye, hogy végre rendszerbe foglalva talán egy egységes gondolatmenet végig fog húzódni az egészen. A jelenlegivel az a helyzet, hogy mindig egy-egy adott problémára reagálva módosította a jogalkotó, ezzel a belső koherenciája az, hogy úgy mondjam, megszűnt az egésznek, és hogyha nem nagyon tudjuk, hogy mi miatt módosították, miért szól pontosan úgy, ahogy az az adott szabály, akkor jó eséllyel alkalmazni se tudjuk, és ezen sajnos nem segít az, hogy a mondjuk úgy, hogy a kúria egy kicsit szabadosan értelmezi a csődtörvénynek a rendelkezéseit, ugye ő vizsgálja felül végső soron a csődfelszámolási ügyben született határozatokat. Időnként, és nem megsértve senkit, aki ott dolgozik, meg kiváló szakemberek vannak ott, csak néha eléggé gazdaságidegenek a döntések. Bizonyos döntéseknél az embernek az érzése, mint ami a chipszes zacskókra szokott ráírva lenni, hogy nyomokban mogyorót tartalmazhat. Ezeket a döntéseket is lehet azzal vádolni, hogy nyomokban tartalmazzák a csődtörvényt, sokkal nagyobb mértékben viszont nem. Jó, de ez az eseteknek csak egy része, megkockáztatom, hogy kisebb része, csak valahogy nem szerencsések ezek a döntések. Jó, amit csődfelszámolás eljárás kapcsán fontos lenne tudni és kiemelni, a magyar csődjog az úgynevezett pénzforgalmi szemléletet követ a fizetésképtelenség megállapításánál. Kétféle egymással konkuráló nézet van ezzel kapcsolatosan, hogy hogy lehet megállapítani egy cégnek, egy adósnak a fizetésképtelenségét. Az egyik ez a pénzforgalmi szemlélet, a másik pedig az úgynevezett vagyoni szemlélet. Ahogy az a tanulmányunkban már sokszor előfordult, amikor valamit kettő csoportba lehet sorolni, akkor az mindig kiderül, hogy vegy tisztán egyik vagy másik soha sehol nem valósult meg. A magyar csődtörvényben is van kivétel, az egyik felszámolási ok az, hogy kiderül a végelszámolás során, hogy az adósnak nincs elegendő vagyona a kötelezettségei fedezésére, és akkor átfordul felszámolásba. Ez egy vagyoni szemlélet, annak ellenére, hogy döntően pénzforgalmi szemléletű. Pénzforgalmi szemléletű fizetésképtelenségnek az a lényege, nem azt nézzük meg, hogy az adósnak mennyi a vagyona. Ez egyébként is egy elég relatív fogalom, meg akkor a bírókat ki kellene arra képezni, hogy tudjanak mérleget olvasni, megfelelő módon lássák a rendszerinti kozmetikázásokat, és ugye semmi nem biztosítja azt, hogy a mérlegekben szereplő adatok ráadásul valósak. Elég sok nehézség van ezzel kapcsolatosan, és hát eléggé bonyolultá tenni az eljárást, ha vagyoni szemléletű lenne. Ezért a pénzforgalmi szemléletűt választotta a jogalkotó. Ennek az a lényege, hogy azt nézzük meg, hogy egy adott időpillanatban, amikor esedékessé válik a követelés, az adóssal szemben, ő ezt kifizeti-e, ki tudja fizetni, vagy nem. Hogyha nem fizeti ki, akkor miért nem fizetné ki? Ugye azt mondjuk, itt van még egy plusz lehetőség, hogy vitathatja ezt a kötelezettséget, ezt is határidőn belül. De hogyha nem fizeti ki, és nem is vitatta a határidőn belül, akkor mi vélelmezzük, hogy ez azért nem fizette ki, mert egyszerűen nincsen rá pénze. Márpedig hát akkor ez egyértelmű, hogy fizetésképtelennek számít. Egy kulcsgondolat, kulcsmomentum, van egy úgynevezett fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet. Ez még nem fizetésképtelenség, hanem fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet. Ennek az a jelentősége,
hogy bocsánat, egészen addig, amíg nincsen ilyen úgynevezett fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, a társaság vezető tisztségviselői azok hogy járnak el? Ők úgy járnak el, hogy a társaság és a társaság tulajdonosainak, tagjainak az érdekei szerint, ugye profit maximalizálás most ennyiben össze lehet talán foglalni. Onnantól kezdve viszont, hogy bekövetkezik a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, onnantól kezdve az ügyvezetésnek, a vezető tisztségviselőknek a feladataikat ezt a hitelezők érdekeinek figyelembevételével kell ellátnia. Tehát egész addig, ugye itt van egy pont, amíg a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, mondjuk, hogy előtt vagyunk, addig a cég és a tulajdonosok a fontosak. De amikor ez bekövetkezik, onnantól kezdve a hitelezők. Tehát onnantól kezdve úgy kell eljárni, hogy őket lehetőleg minél magasabb fokon ki lehessen elégíteni. Nem lehet kockázatos ügyleteket kötni, bizonytalan kifizetéseket teljesíteni, feleslegesen raktárkészletet berendelni, és a többi, és a többi. Ez mindig esetről esetre változik, hogy mit lehet és mit nem. A lényeg, hogy más kerül a fókuszba. És ez azért fontos, mert a vezető tisztségviselőnek ez személyes felelősséget is jelenthet, hogyha bekövetkezik a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, de mégsem a hitelezők érdekeinek elsődlegességével jár el, és emiatt a hitelezőknek a kielégítése az meghiúsul részlegesen vagy teljesen. Tehát ezzel a magatartással összefüggésben, mert ilyenkor a vezető tisztségviselővel szemben kártérítési pert lehet indítani, és hogyha a felszámolás végén a hitelező nem kapta meg a pénzét, akkor ezt a vezető tisztségviselő meg lehet kísérelni, behajtani. No, tehát ezért fontos. A nehézség ebben az, és ezen csúszik el legtöbbször a hitelezői igényérvényesítés, hogy mi a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet. Ez az az időpont, amikortól a vezető tisztségviselőnek általában elvárható körültekintés mellett látnia kell, vagy kellett volna, hogy a cég az nem fogja tudni a fizetéseit, kifizetéseit teljesíteni, amikor azok esedékessé válnak. Ha ez így van, akkor bejön a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet. Mi adja ennek a legnagyobb nehézségét? Hát, hogy a bizonyítási teher, hogy mikor következett be a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, az a hitelező oldalán van. Tehát neki kell az bizonyítani, hogy innentől már látni kellett volna. Mi lesz ennek a hatása? Hogyha nem tudjuk bizonyítani azt a konkrét időpontot, amit mi szeretnénk, nem mondjuk a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezett februárban, az ügyletet, a kockázatos ügyletet márciusban kötötte meg a vezető tisztségviselő, de mi csak az április tudjuk bizonyítani, hogy áprilistól már biztosan fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet volt, akkor ő az előtti magatartásokért nem felel, hiszen akkor még nem volt fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet. Mert nem az számít, hogy valójában mi volt, hanem hogy mit tudunk bizonyítani. Ezért lesz kulcsfontosságú ez, hogy mikor következett be, és ezt mikor, hogyan tudjuk és milyen módon bizonyítani. Ha nem tudjuk bizonyítani, akkor buktuk sajnos a kártérítési pert, az igényérvényesítést. Jó, tehát ez egy nagyon fontos dolog, és erre érdemes figyelni, azzal együtt, hogy Magyarországon viszonylag kevés ilyen per indul vezető tisztségviselőkkel szemben. De nézzük meg a klasszikus felszámolás jellegű igényérvényesítési módokat. A csődtörvényünk a felszámolási okokat, mi alapján lehet megállapítani a fizetésképtelenséget, a jó rémlik a 26., de mindjárt mondom, nem, 27. szakaszban szabályozza, ott is a második bekezdés. És ott az első, és itt mindjárt kirakok ki, megosztom a monitoromat, a kettest. Mert fontos, hogy a definíciót azt elemenként nézegessük meg. Igyekszem úgy, hogy látszódjon.
Jó, tehát a bíróság az ugye akkor állapítja meg a fizetésképtelenséget, ha van egy szerződésen alapuló tartozás. Itt fontos, hogy ez a tartozás szerződésen alapul. Ennek a szerződésnek amúgy nem kell írásbelinek lennie. Tehát ez lehet egy megrendelőlap, egy szóbeli szerződés, igazából ennyi a lényeg tényleg, hogy szerződésen alapuljon. Itt fontos, hogy itt nem csak a szerződéses ellenérték minősül ennek. Ide tartozhat a ködbér, hibás teljesítés miatti igény, hibás teljesítés, vagy szerződésszegésből eredő kár. Tehát ennyi a lényeg, hogy legyen szerződés a felek között, és ez abból eredjen, de nem csak az ellenérték tartozik ide. A másik nem vitatottnak, vagy elismertnek kell lenni a tartozásnak. Tehát vagy elismeri egy levélben, amiben elnézést kér, hogy nem fizetett és kér egy kis haladékot, akkor ugye elismert, a másik a nem vitatott. Nem vitatott egyszerűen, ugye leszámláztuk azt az adott követelést, és az adós nem emelt vele szemben kifogást. Meddig emelhet az adós ezzel szemben kifogást? Ugye van nekünk egy teljesítési határidő lejárta. A teljesítési határidő az mitől függ? Hát benne van a szerződésben, és ugye ez szerepel a számlán. És van 20 napja még a teljesítési határidő lejártától számítva az adósnak. Ezt így veszem, ez, hát mondjuk, hogy ez így egybe is tartozik, jó? Tehát van egy 20 nap, és nem egyenlítette ki ezt a tartozást, de nem is vitatta. De az a kulcs, hogy a 20 napnak el kell telni, és utána kell megkapni a következő lépést. Jó, tehát utána, 20 nap után bármikor küldhetem én a fizetési felszólítást, de a 20 napot meg kell várni, de nem a feladással kell megvárni, hanem a megérkezéssel. És akkor utána jön a következő, az utolsó lépés, hogy a hitelező írásbeli fizetési felszólítása sem teljesíti. Tehát nézzük csak, van nekünk mondjuk egy 8 napos fizetési határidőnk. Mondjuk, hogy a teljesítés 2020. április 1, akkor ki is állítjuk a számlát, fizetési határidő. Ez 2020. április 1, meg 8, az 9. Le kell telni plusz 20 napnak. 29. Írom rendesen, bocsánat. Hogyha a felszólítás átveszi 2020. április 30-án, akkor onnantól kezdve a fizetésképtelenségét vélelmezzük, és bocsánat, vele szemben tudjuk kezdeményezni a felszámolási eljárást. Még van itt további feltétel, a tőke összegnek meg kell haladnia a 200 ezer forintot. Tehát, hogyha 199 ezer forint a fennálló tartozás, akkor nem tudjuk megindítani a cégnek a felszámolását. Viszonylag gyakori könyvelési hiba, és van, hogy ezen csúszik el a felszámolás megindíthatósága. Mondjuk, hogy van egy 210 ezer tőkekövetelés. És mivel, hogy nem fizetnek, hát meddig ne fizessenek mondjuk egy évig, és utána akarjuk őket felszámoltatni. Tehát 210 ezer forint a tőke. Ezt megszorozzuk, ugye, mennyi volt a jegybanki alap? 0,9 volt, akkor 8,9%. Ja, itt elég lett volna a kamat. Ugye a PTK 6. könyv 155. szakasz szerinti kamatot csak hozzátettem. Akkor van nekünk mennyi 18.690
forint felhalmozott kamatunk. Mondjuk, hogy az adós az fizet, bocsánat, 20 ezer forintot. A cégnek a könyvelője szépen le is könyveli, tartozik az adós még 190 ezer forinttal, plusz 806-690 forint kamattal. Mi ezzel a probléma? Hát, hogy 200 ezer forint alatti a tartozás, nem tudjuk megindítani a felszámolást. De ez nem igaz. Ugyanis nem így kell elszámolni, ugye van a PTK-nak szabálya, kettő is, elszámolás több tartozás esetén. És először költségek és kamat. Tehát itt a 20 ezer forintos részteljesítés nem a tőkéből kell kivonni, hanem először ugye levesszük a kamatot, és akkor van még fennmaradó 1310 forintunk, ami azt jelenti, hogy 200, mennyi? 310, igen. 690 forint fennálló tőketartozása van, tehát annak ellenére, hogy volt 20 ezer forintos részteljesítés, az adósnak el lehet rendelni a felszámolását, mert még továbbra is 208 ezer forint a tartozása, hiszen költségek, kamat és tőke az elszámolási sorrend, hogyha a szerződésben más nem szerepel. No, ez egy viszonylag gyakori hiba, hogy nem így számolják el, ezért lecsúsznak akár a felszámolásról, mint igényérvényesítési lehetőségről. A másik gyakori hiba a bocsánat. A fizetési felszólítás. Itt fontos, hogy többnyire cégeket fognak képviselni ezzel kapcsolatosan, tehát akik kezdeményezik a felszámolást, akik számla kiállítására kötelezettek. És itt van egy érdekes joggyakorlat a kúriának, mert ugye az polgári jogból megtanulták, hogy a pénztartozást esedékessé lehet tenni számlával, vagy fizetési felszólítással, ugye ez a kettő. Előfordul, és ez elég tipikus, hogy azért nem tud számlázni a vállalkozó, nevezzük most így, mert a megrendelő nem adja ki részére a teljesítés igazolást. Viszont a szerződésük szerint a vállalkozó csak akkor jogosult számlázni, hogyha vele együtt csatolja a teljesítés igazolást. Hogy hiába állítja ki a vállalkozó a számlát, az nem felel meg a szerződésüknek. Persze lehet arra hivatkozni majd perbe, hogy itt ugye saját felróható magatartásra nem hivatkozhat a megrendelő, plusz ugye fizetési felszólítással ebben az esetben esedékessé tehetjük a követelést, a tartozást polgári jogilag. Viszont azt mondja a csőtörvénynek kapcsolódó joggyakorlatait, hogy amennyiben a cég számlakiállításra kötelezett, akkor itt a csőtörvény szempontjából csak a számlát tudják figyelembe venni, a fizetési felszólítás nem elegendő. Tehát ha nem tudtunk számlát kiállítani, akkor röviden rezárva a témát, nem tudunk ezzel a felszámolási móddal vagy okkal élni, akkor marad a per az igényérvényesítésre, meg a fizetésképtelenség megállapítatására. Mert nem tudtunk számlázni, és ha nincsen számla, akkor nem tudjuk megindítani. Nem vonatkozik ez arra az esetre, amikor nem kell számlát kiállítani. Mert vannak olyan tételek, amiknél nem kell számlát kiállítani, még akkor sem, hogyha egyébként számla kiállításra kötelezett a hitelező. Ilyen például tipikusan a ködbérkövetelés. Ködbérkövetelés, nek nincs áfa tartalma sem, meg számlát sem lehet, nem lehet,
nem az, hogy nem kell, nem lehet róla számlát kiállítani, ezt egy számviteli bizonylattal lehet könyvelni. Innentől kezdve itt bejön egy másik metódus, hogyha olyan tétel alapján szeretnénk felszámolást elrendeltetni, aminél számlát nem kell kiállítani, akkor nem egy, hanem kettő fizetési felszólítást kell küldeni. Az első fizetési felszólítás tölti be gyakorlatilag a számlának a funkcióját. Ott meg kell jelölni a tartozás jogcímét, esedékességét, mértékét, beazonosíthatóvá kell tenni. A számlának is pont ez a funkciója, meg kell jelölni, hogy mennyivel tartozik, és mi alapján tartozik ennyivel az adós, hogyha nem ért vele egyet, akkor tudja vitatni, tehát megfelelő információ mennyiséget kell adnom róla. Ugyanezt bele kell tennem a első fizetési felszólításba, hogyha nem számlásra tétel. És hogyha ott lejár a fizetési határidő plusz 20 nap, akkor tudom küldeni ott abban az esetben a második fizetési felszólítást, ami ugyanaz, mint a mi első fizetési felszólításunk, hogyha számlásra tartozás. Ott fel kell hívni a fizetésre, ugyanúgy le kell írni rendesen, körül kell írni a követelést, és bele kell tenni a fizetési felszólításba a jogkövetkezmények kilátásba helyezését. Jó, tehát az szokott a formula lenni, hogy megindítjuk a felszámoláljárás, vagy egyéb jogi úton érvényesítjük. Tök jó. Hogyha ez hiányzik egyébként, akkor megint csak nem lehet. Ezt nagyon szigorúan veszik, az egy jó iránymutatás, hogy a kúria, illetve mondjuk, hogy a törvényszékek ítélő táblák is, akkor következetesek a gyakorlatukban, hogyha az adós felszámolását el lehet vele kerülni. Mit jelent ez? Hogy például volt a kúriának, hát ez már régen volt, talán 2014-ben egy döntése, mikor is sima e-mailben küldött az adós vitatást. Ugye vele szemben érvényesítettek egy követelést, az adós pedig e-mailben küldte a fizetési, bocsánat, a számla után a vitatást, és akkor ment egy ilyen e-mailezés oda-vissza. Ezt követően a hitelező beadta a felszámolási kérelmet az adóssal szemben. Elnézést! A bíróság pedig azt mondta, hogy a sima e-mail az írásbelinek minősül, mert az írásbeliségnek az a célja, hogy bizonyítani lehessen az üzenetnek a tartalmát, és az ügynek a körülményeiből, mivel hogy volt oda-vissza e-mailezés, egyértelmű, hogy a hitelező megkapta ezt a vitatást. Márpedig, hogyha van vitatás a számlával kapcsolatosan, akkor nem lehet felszámolást elrendelni. Itt többen megörültünk, hogy végre áttört egy gát, mert ugye egy 20-30 éves cégvezetőnek azért azt most elég nehéz elmagyarázni, hogy az e-mail az nem minősül írásbelinek az uralkodó szakmai álláspontok szerint, kivéve munkajog, ott nagyjából ugyanaz a szöveg, mert megkérdezik joggal, hogy hát akkor mi a fene. És a gyakori érve az szokott lenni, hogy ugye mik az írásbeliségnek a követelményei. Az egyik, hogy alkalmasnak kell lenni a visszaidézésre, ugye a írásbeliségi formulának. Hát ez e-mailnél szerintem megvalósul. Van, aki meg azt mondja, tőlem okosabbak, hogy de hát az e-mail az hamisítható. Ugye amikor papírlapot letesznek elém, az is valószínűleg eléggé hamisítható, és egy pár ezer éve már próbálgatjuk, hogy hogy lehet hamisítani. Talán többen is tudnak ilyen papíralapú okiratot hamisítani, mint ahányan meg tudnak hackelni egy komplett levelező rendszert. Ráadásul ugye a jogszabály az nem azt a definíciót adja, hogy megmásíthatatlannak kell lennie, hanem alkalmasnak kell lenni a változatlan visszaidézésre, már pedig az objektíve alkalmas rá. A másik a nyilatkozat megtétel ideje, ezt el szokták ismerni, hogy azt tudjuk, hogy mikor tették meg a nyilatkozatot az e-mail alapján. És a harmadik, ahol szerintük, mármint azoknál, akik azt mondják, hogy az e-mail az nem írásbeli forma, elvérzik, ez ugye a harmadik feltétel, hogy a nyilatkozattevő személyét beazonosíthatóvá kell tennie. És a dolog érdekessége, hogy a fax az változatlanul írásbeli formának minősül a gyakorlatban,
Ennek jogszabályi alapja amúgy nincsen, olyan tekintetben, hogy nincsen olyan jogszabály, ami kifejezetten azt kimondja, hogy a fax az írásbeli forma. Régi PTK hatája alatt volt ilyen jogszabály, ott a PTKE kifejezetten nevesítette a faxot, a új PTKE ilyet nem tesz, meg a PTK sem. Mégis elfogadják írásbelinek a faxot. És nekem ezzel az a személyes problémám, ami elméleti probléma, tehát megalapozott, nem azt, hogy nekem nem tetszik, hogy ugyanúgy, ahogy a fax, ugyanúgy az e-mail sem alkalmas arra, hogy beazonosítsa a nyilatkozattevő személyét. Mert a fax az mit azonosít be? Hogy milyen faxszámról küldték. És mondhatnák, hogy de alá kell írni, azt aláírják a faxot, ez nem igaz, mert van arra BH, hogy a faxot nem kell aláírni, akkor is írásbelinek számít. Tehát ott van egy számunk, ahonnan megy. A fax, ennyit tudunk, azt nem, hogy valójában kiküldte, vagy a takarító, a vezérigazgató, vagy a portás, vagy egy afánkos fiú, aki csak ott járt. Az e-mailnél meg az e-mail címet tudjuk ugyanúgy beazonosítani, nem pedig azt, hogy kiküldte. Szerintem, mivel valójában egyiknél se lehet beazonosítani, hogy pontosan kiküldte, csak egy következetes gyakorlat lehetne, hogy vagy mind a kettő írásbeli forma, vagy egyik sem, mert ugyanabban a részben hibáznak, hogy szenvednek hiányosságban. Ennek ellenére mondom, a uralkodó joggyakorlat polgári jogban jelenleg az, hogy a fax az írásbeli, sima e-mail, tehát elektronikus aláírás nélküli e-mail az nem. Én ezzel egyetértek, nem tudok, ezt el kell fogadni, meg ügyfeleknek elmondani. Majd ez bízunk benne, hogy változni fog. Jó, visszatérve az írásbeliségre, ugye azt mondta Kúria, sima, egyszerű, elektronikus aláírás nélküli vitatásra, hogy az írásbeli. Örültünk, tök jó, majd rá egy évre jött a következő döntése a Kúriának, ahol nem a vitatás ment e-mailben, hanem a fizetési felszólítást ment e-mailben. És erre meg azt mondta a Kúria, hogy az e-mail az nem írásbeli. Igen, nehéz indokolni, hogyha az adós megúszhatja vele a felszámolást, akkor írásbeli, hogyha nem, akkor nem. Nem tudok dogmatikai indokot, hogy egyik esetben miért igen, miért nem, ugyanúgy, ahogy a faxnál se tudok, és a sima e-mailnél miért igen és miért nem. Nem kell mindig logikát keresni ezekben a döntésekben. A másik része fizetési felszólításnak viszonylag sűrűn előfordult, hogy az adósok nem vették át a fizetési felszólítást. És visszaérkezett a hitelezőhöz nem kereste jelzéssel. A PP ilyenkor ugye, vagy hát a PP úgy mondom nem ilyenkor, a PP az ismeri a kézbesítési vélelem, most új nevén már kézbesítési fikció intézményét. Tehát ugye van arra lehetőség, hogy annak ellenére, hogy nem vette át kézbesítettnek tekintsük, erre azt mondta ki a joggyakorlat, megint csak Kúriát mondom, tehát ami képzeljenek oda egy megoldást, amivel el lehet kerülni az adós felszámolását, biztos, hogy azt mondta ki a Kúria. Azt mondta ki a Kúria, hogy itt a jogszabály azt követeli meg, hogy tudomást szerezzen erről az adós, már pedig, hogyha nem bontotta ki a levelet, mert visszaérkezett a hitelezőhöz, akkor ő hogy szerezhetett volna tudomást a fizetési felszólításról? Logikus, értjük, tehát én nem értem, megmondom őszintén, mert hogyha én tudom, hogy tartozok valakinek, aki felszámolásról kezdeményezni, akkor fogom és nem veszem át a leveleit, amiket ő küld, innentől kezdve ő nem fog majd engem tudni felszámoltatni, és az egész intézmény értelmét veszti. Jó, tehát nem kereste jelzésre visszament, erre kimondta a Kúria, hogy hát nem szerzett tudomást az adós, már nyilván pontosan tudta, hogy mi van benne, nem hajlandó felszámolni az adóst. És erre bekerült egy módosítás 2017-ben a csődtörvénybe, viszont eléggé részletesen rendelte ezt a fizetési felszólítást, hogy milyen módon kell küldeni, és ezt kimondja most már, hogy tértiveményes szolgáltatással kell küldeni, és a feladástól számított 15. munkanapon akkor is készhez vettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés akadályozott, vagy ha megtagadták az átvételt, vagy nem kereste jelzéssel visszament a hitelezőnek a felszólítás. Úgyhogy
most már ez a fizetési felszólítás történet, ez eléggé rendeződik, vagy úgy tűnik, hogy rendeződött. Jó, egyébként ez a eseteknek szerintem legalább a 90%-át ez az úgynevezett A pontos felszámolás adja. Ilyenkor ebben az esetben a hitelezők gyakorlatilag követelés érvényesítése érdekében indítják a felszámolási eljárást, nem azért, mert valójában fel akarnák számoltatni a céget, és nem azért, mert valójában azt gondolnák, hogy fizetésképtelen a cég. Ennek van egy olyan előnye, ennek az eljárásnak, hogy ha így érvényesítjük a követelést, akkor ennek van egy közétételi és egy illetékdíja, ez összesen a kettő 105 ezer forint, van egy minimális ügyvédi díja, és onnantól kezdve ez egy nem peres eljárás, nem kell bíróságra mászkálni, és a bíróságnak elvileg annyit kellene, azért mondom, hogy kellene, mert nem ezt nézik, annyit kellene nézni. Szerződésen alapul, igen, pipa. Sokak szerint erre még bíróság se kellene, ezt csak zárójelesen jegyzem meg, én nem nyilatkozom. A második eleme a listának vitata a határidő lejárta előtt a tartozás? Nem, pipa. Ezt követő hitelezői írásbeli felszólításra teljesítette? Nem, pipa. Mi a kérdés? Az adós fizetésképtelen. Ugye itt egy általában elvárható magatartás húzódik meg, ha kapunk egy számlát, és nem értünk vele egyet, mert nem rendeltünk, vagy hibás teljesítés, vagy kötbér, akkor van a teljesítés határidő, még vitathatjuk, de még ad ehhez ráadásul plusz 20 napot, vagy fizessük, vagy vitassuk. Ha ezt egyiket se tesszük meg, akkor nyilván magunkra vessünk, és ennyit kellene a bíróságnak megnézni, hát nem ezt szokta. Ez úgy megy, hogy miután megkapta a bíróság a kérelmet, ugye a törvényszék, átnézi, és úgy van, kiküldi az adósnak. Most már, és egyébként meglepően sok felszámolást emiatt rendelnek el, hogy ugye most már kötelező elektronikus kapcsolattartás van cégeknél, ezért a bíróságok ezt a felhívást, hogy nyilatkozzanak arra, hogy fizetésképtelenek-e 8 napon belül, a cégnek nem postán küldi el, hanem a cégnek a cégkapujára. Csak a legtöbb ügyvezető nem nézi a cégnek a cégkapuját. Ez olyan, mint az ügyfélkapu, csak a cégre vonatkozik. Ezért kézbesítési fikcióval, ugye kézbesítettnek tekinti, és azt mondja a bíróság, hogy 8 napon belül a kézbesítéstől nem nyilatkozott, hogy fizetésképtelene, az pedig benne van ott a végzésben, hogyha nem nyilatkozik, akkor ezzel elismeri a fizetésképtelenségét. És sokszor már egyébként arról értesülnek csak, hogy elrendelték első fokon a fizetés, bocsánat, a felszámolásukat. Onnantól kezdve megszaladnak. Voltak éppen, akkor már csak egyféleképpen tudnak megmenekülni a felszámolás elől, hogyha kifizetik a tartozást. Egyébként, hogyha ilyenkor kifizetik a tartozást, az nem minősül tartozás elismerésnek. Utána a polgári perben ezt visszakövetelhetik, ez csak azt szolgálja, hogy elkerüljék a felszámolást. Azt hiszem, hogy 2 éve, és már 2, igen, került be az úgynevezett, elnézést, hogy így hívom, de mindenki így nevezi, az úgynevezett Lex Malév módosítása a csőttörvénybe. Ez azt mondja ki, hogy ha elrendelik a felszámolást, akkor az egészet meg lehet szüntetni, azt az egy konkrét hitelezőt kifizeti, aki miatt elrendelték a felszámolást. Tehát, hogyha van valakivel szemben 30 folyamatban lévő eljárás, az elsőnél megállapítják a fizetésképtelenséget, csak azt az egyet kifizeti az adós, akkor megszüntetik a felszámolást. Akkor majd megy a következő, azt is kifizeti, tehát nincs az, hogy egyiknél megállapítottuk, akkor az összeset ki kell fizetni, nem, csak konkrétan azt az egyet. És akkor már nem rendelik el a felszámolást, és ez bármeddig igazolhatja gyakorlatilag az adós. Na, térjünk vissza, tehát elrendelték a felszámolást első fokon. Erre még lehet beadni egy fellebbezést, annak van egy 30 ezer forintos illetéke, egy pár hónapot talán lehet vele húzni, mivel hogy érdemi indokunk nem lesz, így is úgyis felszámolás lesz a vége. És hogyha ez megvan, akkor a bíró másodfok ugye eldönti, visszaküldi az első foknak az iratokat, az első fok kiküldi a végzést, illetve kijelöli a kijelölt felszámolót.
Innentől eltelik egy 2-től 4 hétig tartó időintervallum, amíg megjelenik a cégközlönybe is, és akkor már nem lehet megmenteni a céget. De lényeg, hogy amikor még a másodfokú döntést megkapjuk, még akkor is meg lehet menteni a céget, hogyha a tartozást kifizetjük. Nagyon máshogy nem, még hogyha eláll a hitelező a kérelemtől, akkor, de nem szoktak. Jó, tehát ez egy elég szigorú követelmény támaszt itt a jogszabály, mit vagy betartanak, vagy nem. De mondom, ezt nagyon sűrűn, ez csak egyszerűen, követelés érvényesítése érdekében indítják, ezt nem mondtam végig, mert itt ugye összesen akkor van egy 105 ezer forintos díjunk, minimális ügyvédi költség, meg majd később nyilatkoztatják oda-vissza az adóst és a hitelezőt, mert bizony előfordul, hogy a adós ilyenkor nyilatkozik valamit, ami mondjuk, hogy nem mindig felel meg a valóságnak. Ilyenkor fölhívja a bíróság az adóst is, hogy igazolja, másrésztről fölhívja a hitelezőt, hogy nyilatkozzon az adós nyilatkozatára, és ezt még egyszer így eljátsza a bíróság, ezért sikerül elég sűrűn elhúzni a felszámolási eljárásokat akár fél egy évig is. Főleg Budapesten, az egy gyakorlati tapasztalat, hogy Budapesten jóval lassabban rendelik el a felszámolásokat, mint nem budapesti bíróságok, törvényszékek. Tehát nem budapesti törvényszéken volt olyan tapasztalatunk, hogy 3 hónap alatt az első fokú eljárás végigment, és a 4. hónapban pedig már a másodfokról is megkaptuk a végzést a fizetésképtelenség megállapításáról és a felszámolás elrendeléséről. Ez Budapesten teljesen elképzelhetetlen. Ráadásul Budapesten elég komoly ügyter is felhalmozódik így az év végére, és év végén kezdeményezett felszámolásoknál, vagy akkori fellebbezési szakba jutó felszámolásoknál időnként az is előfordul, hogy kijelölnek másik ítélőtáblát a fellebbezések elbírálására. Nem egy olyan ügyünk volt, ahol még így is gyorsabb volt az eljárás, több felszámolási eljárás kezdeményeztek egy adóssal szemben, nagyjából egyszerre, és az az eljárás nyert, és abból lett véglegesen elindított felszámolás, amelyik még a pécsi ítélőtáblára is el lett küldve, hogy az bírálja a fellebbezést, ne pedig a főváros. Tehát képesztő ügyteher lehet a fővároson, abszolút nem irigylem őket, de a gazdaság szereplőit se irigylem, hogy másfél évig kell várni egy felszámolás elindítására, holott abszolút nem ekkora határidőt határoz meg a törvény. Jó, tehát nem tőle ennyi, ugye, hogyha a felszámolás megindul, akkor onnantól kezdve a felszámoló az igyekszik a felszámolási vagyon megnövelni. Ez azzal jár, ugye, hogy beszedi az adós követeléseit, megvizsgálja az adós által kötött szerződéseket, és bizonyos szerződéseket ugye nyilván fel is mond, kifizetéseket megtagad, és de amikor felmérte az adósnak a teljes vagyonát, akkor ez felosztja a hitelezők között. A többi felszámolási módnál, tehát fizetésképtelenség megállapítási módról most nem akarok beszélni, mert voltaképpen úgy működnek, mint ez. Van egy tartozás, nem fizeti, és ebből a tartozásból ezáltal elrendelhető az adósnak a felszámolása. Amit viszont elmondanék, mert talán a felszámolásnak ez adja a lényegét, a hitelezőknek a kielégítési sorrendje. Miért? Mert hát ugye az esetek nagyobb részében ugye az adósnak nincs annyi pénze, hogy kifizesse az összes hitelezőt, bár nem vagyoni szemléletű, azért az esetek nagy részében ez a tapasztalat. És van nekünk egy listánk, egy A-tól, azt hiszem H-ig tartó felsorolás. Igen, mert a H-ba vannak a kapcsolt vállalkozások és a többi. Mutatok egy képet ezzel kapcsolatosan, hogy hogy zajlik a gyakorlatban. Sokkal érthetőbb lesz szerintem az egész.
Ez egy nagyon jó kép. Mindjárt mutatom. Itt található meg ez a kép. Ez egy úgynevezett pezsgő piramis. Ugye úgy történik, hogy elkezdik a legfelső pohárba önteni a pezsgőt, majd amikor az megtelik, jön a következő és a következő sor. Na ugyanígy működik a felszámolás is, csak kevesebb pezsgővel. A hitelezőket, tehát akik az adóssal szemben követeléssel rendelkeznek, felszámolásnál nyilván sokan vannak, besorolják különböző hitelezői osztályokba, A-tól H-ig. Itt egy, nem a konkrétan a hitelezőre vonatkozik a besorolás, hanem az adott követelésre. Mert lehet, hogy egy adott hitelezőnek a követeléseit a több osztályba is besorolják. Például, hogyha nekem van egy zálogjoggal biztosított követelésem az adóssal szemben, meg van egy olyan, amit nem biztosít zálogjog, meg van kamatkövetelésem, akkor engem három osztályba is besorolhatnak, mert be fognak sorolni B osztályba, vagyis úgynevezett 49/D szakasz szerinti hitelezőnek, ez lesz az zálogjogom. Be fognak sorolni F kategóriába a sima követelésekre, mint egyéb követelésre, és be fognak sorolni G kategóriába is a kamat követelésre, mert a kamat az G kategóriás. És akkor így három különböző visszaigazolás rész lesz az én követelésemre. A legfontosabb mindig, ki nem találják, ugye az A pont, az a felszámolásnak a költségei. Ezeket kell elsősorban kielégíteni. Olyan szinte, hogyha ezekre nincsen fedezet az adós vagyonából, akkor nem is lesz belőle rendes felszámolás, hanem a felszámoló az indítványozni fogja úgynevezett egyszerűsített felszámolás lefolytatását, amiben ezt az egész bohóckodást kihagyjuk, mint vagyonfelosztást, mert nincs elég pénze az adósnak, még a felszámolás költségeire se, teljesen felesleges melózni rajta. A B osztályba tartozó a következő hitelezők, azok a zálogjogosultak, vagy a úgynevezett 49/D szakasz szerinti hitelezők. Róluk azt kell tudni, hogy az őket illető pénzösszegeket, tehát ami az zálogjogukhoz tartozik, az kizárólag az zálogjog fenntartásával, meg értékesítésével kapcsolatos költségeket lehet levonni, és az összes többi pénz az őket illeti. Még egy fontos szabály, ha van mondjuk egy követelésre a zálogjogosultnak legyen 12 millió forint, egy adott zálogtárgyhoz is kapcsolódik ráadásul. 12 millió forintot mondtam. A zálogtárgya 10 millió forintért értékesítik, akkor ezzel nem szűnik meg a követelése a hitelezőnek csak a 10 millió forint erejéig, de mivel hogy csak a konkrét zálogtárgyra vonatkozott ez a zálogjog, a fennmaradó 2 millió forint összeg, ugye 12 volt, 10 bejött, maradt 2 millió, a fennmaradó 2 millió forint összegre már nem B kategóriás hitelező lesz, hanem F kategóriás, mert hogy nincsen biztosítéka. Tehát átsorolják másik hitelezői osztályba a fennmaradó összegre. Most nem fogunk mindegyiken végigmenni, egy dolgot mondok, amit, bocsánat, beszoktak nézni, többnyire adósok, a felszámolók maguktól nem. Tehát, hogyha hivatkozunk rá, akkor jól igazolják vissza. Ezért nagyon fontos, hogy mindig meg kell nézni a visszaigazolását a követeléseknek. A kis- és mikrovállalkozásoknak van egy olyan engedmény, hogyha ők egyébként F kategóriások lennének, tehát a sima követelésük van, hogyha ők kis- vagy mikrovállalkozásnak minősülnek a KKV törvény szerint, akkor őket nem F kategóriába sorolják be, hanem D kategóriába, D-nes kategóriába. Ez azt jelenti, ugye, hogy a piramisba magasabb szinten vannak, majd mindjárt mondom, hogy mi a piramis jelentősége. És ennek az lesz az előnye, hogy a D kategória az megelőzi, nem is az F kategória a fontos ebben a tekintetben, bár az is, hogy onnan kiemeljük őket, a D kategória megelőzi az E kategóriát, ami az adók, meg társadalombiztosítási kötelezettségek. Ez azzal fog járni, hogy a kis- és mikrovállalkozások követelései
azok jó eséllyel kielégítést nyernek, hogyha amúgy van valamennyi pénze a cégnek. A visszaigazolásnál ugye azt szokták elrontani, vagy hát helytelenül szerepeltetni, és ez csak határidőig lehet vitatni, azért fontos, hogy a kis- és mikrovállalkozások követeléseit is F kategóriásként igazolják vissza. Ezt a későbbiekben nem tudjuk vitatni, és nagyon sok hátránnyal jár, mert ugye a kielégítés során majd kevesebbet fogunk kapni. A sima követelésekre, ahogy azt mondtam, az F kategóriások, és akkor nézzünk is meg, hogy mi a pezsgő piramisnak a lényege. Úgy van a követeléseknél, csak akkor tudunk átmenni a következő betűre, a következő osztályba, hogyha az előző osztályban az összes követelést maradéktalanul kielégítettük. Tehát csak akkor tudunk átmenni mondjuk az F kategóriára, hogyha a D kategóriában meg az E-be, nem, legyen D és E, akkor tudunk átmenni az adókövetelésekre, hogyha az összes kis- és mikrovállalkozás megkapta a pénzét. Hogyha nem kapta meg az összes kis- és mikrovállalkozást, mert összességében van mondjuk az adósnak 10 millió forintja, de vele szemben 12 millió forint követelés van, nem, legyen 20 millió követelés van, akkor arányosan fel kell osztani ezt a vagyont. Az ugye, hogyha 10 millió forintja van 20 millió követelésre, az azt jelenti, hogy mindenki elbukja a követelésének a felét, mert arányosan osztjuk fel közöttük az egy hitelezői osztályba. Tehát ott mindenkit az azonos osztályban mindenkit ugyanúgy kell kezelni. Hogyha valaki elbukja a felét, akkor mindenki másnak is a felét kell elbukni. A következő osztályra tehát akkor tudunk átmenni, hogyha mindenki megkapta a pénzét az előzőben. És ahol elfogy a pénz, tehát már csak részlegesen lehet kielégíteni az adott osztályt, ott vége. Nem jut az alsóbb szintekre pezsgő, tehát lehet, hogy el se jutunk egyébként az F kategóriáig, és az F kategóriában gyakorlatilag az összes követelés oda tartozik, mert Magyarországon nem nagyon vannak biztosított követelések, nem népszerű az, hogy zálogjogot vagy más hasonló biztosítékot használnának, akár szállítók, akár vállalkozók. Jó, és azért nagyon fontos, azért kellene a ügyfeleket is rávenni, hogy alkalmazzanak biztosítékokat, mert F kategóriában a megtérülés az körülbelül olyan 0 és 1 százalék közötti, közelebb a nullához. Tehát az egyes hitelezők gyakorlatilag 100 forintból 1 forintot kapnak meg, vagy egyet se. Jött közben egy kérdés, ha többen vannak egy osztályban, akkor mi alapján történik a kielégítés? Mondtam, hogy arányosan történik a követelésük arányban. Tehát ha van 10 millió követelés az adott osztályban, ez tök mindegy, hogy 20-an, 30-an vagy 200-an követelik, akkor közöttük osztjuk fel ezt a vagyont, ami van. Jó, arányosan. Megmondjuk, hogy mennyi az összkövetelés, mennyi az összvagyon. Hogyha ennek 50% az aránya, akkor mindenki 50%-ot fog bukni. Hogyha 10% az arány, akkor mindenki 10%-ot fog bukni, vagy 90-et, attól függ, honnan nézzük, hogy mi volt a 10%. Igen, mondtam, F kategóriánál körülbelül 0,1% a megtérülés. Ezzel szemben a 49 per D kategóriában, tehát osztályban, a B osztályban, ott olyan durván 95%. Tehát ha már volt egy zálogjogom, akkor 10 millió forint helyett megkapok 9,5 millió forintot. Ha nem volt zálogjogom, csak eladtam a cuccot, akkor 10 millió forint helyett meg fogok kapni 100 ezer forintot, vagy annyit se. Ez a nagyon nem mindegy, és ezért nagyon kell figyelni a hitelezői osztály besorolásra. Ha KKV vagyunk, akkor hangsúlyozottan D kategóriába kell magunkat kérni. Így kell eleve bejelenteni, ehhez csatolni kell amúgy igazolás, hogy KKV-nak minősülünk, mérleget és a többit. Ezt ne felejtsék el. Jó, szerintem nem megyünk most tovább, mert lehet, hogy a felszámolásról még egy kicsit beszélgetni fogunk. Köszönöm szépen a figyelmet, jó tanulást kívánok mindenkinek!